Gamager.com. Eredeti játékok olcsóbban. Na sziasztok, kedves embertársaim, én Oszkár vagyok. Késő éjszaka 9:30 van, aztán most nemrég néztem meg Hörbinek az Életfiló Megváltozni valakinek című videóját, és azt kell mondjam, hogy sok mindennel nem értettem egyet. És ezekre próbálnék most egy picit reflektálni. Nem írtam össze még pontokba szervesen, hogy mikről szólt ez a videó, de úgy egy-két részét úgy kiemelném most, és válaszolnék rá. Szóval ugye elhangzott a videóban például többek között az is, hogy amikor két ember megismeri egymást, akkor ugye alapfeltétel az, hogy a másikat azt ne próbáljuk meg megváltoztatni, hanem úgy szeressük őt, ahogy van, meg amilyen, és ez nyilván fordítva is így legyen. Na most persze, tehát a nagykönyvben ez nyilván így van megírva, és ez így működne is, abban az esetben, hogyha egyik fél sem változna meg soha többet. De az igazság az, hogy még ha össze is költöztök, együtt is vagytok, és egymáshoz csiszolódtok, mert ugye szokták mondani ezt, hogy a házaspárok azok úgy idomulnak a másikhoz automatikusan. Tehát a férfi felvesz a nő szokásaiból ilyen-olyan dolgokat, elemeket, és fordítva. És úgy végül is így, ha megvan az összhang, akkor akár 40, 50, 60, 70 évet is le tudnak élni együtt. Mondjuk egy picit lehet sokat mondtam, de szóval hosszú időn keresztül gond nélkül működik a kapcsolat. Na most, az a valóságban sajnos az a hiba, hogy gyakorlatilag még hogyha teljes erőből próbálunk idomulni a másik félhez, abban az esetben, hogyha nem kell túl sokat idomulni, mert ugye, hogyha túl sokat kell, akkor nem működik a kapcsolat és szétesik. Tehát akkor, ha van egy kis bölcsesség bennetek, akkor belátjátok, és hát szakítotok, tehát így szétmegy a kapcsolat, stb. De szóval, még hogyha nagyon jól ki is jöztök egymással, az ember az élete során akkor is változik, ha nem akar. Mindkét fél. Még hogyha mindent meg is beszélnek egymással, és nem várják el azt, hogy alapvetően megváltozzon a másik, akkor is így szép lassan az évek során elsodródhatnak egymástól. És így nyilván folyamatosan növekszik az ellentmondás kettőjük között, az egyet nem értés, tehát a zavar. Ami végül is ugyanígy széteséshez vezet előbb vagy utóbb. Na most Peti mondott egy ilyen dolgot, ha jól emlékszem, hogy végül is, ha csak picikéket kell változnom, tehát a másik fél boldogtalan mellettem. Én meg mondjuk boldog vagyok, úgy, ahogy vagyok, érted? Csak a másik fél valamiért boldogtalanná vált mellettem. Na most ő azt mondta, hogy akkor valószínűleg bennem van a hiba, tehát nekem kéne akkor valamiben megváltoznom, hogy ő ismét boldog legyen. Na de ez nem ugyanaz, csak fordítva. Mert ezzel én most tulajdonképpen azt érném el, vagy azt érnénk el, hogy én akkor boldogtalanná válnék, hiszen olyan dolgokat kell nap mint nap tennem a másik fél érdekében, hogy ő boldog legyen, amit én nem akarok megtenni, vagy egyenesen rosszul esik nekem. De tegyük fel, hogy megteszem. Akkor ezzel ugye azt érjük el, hogy ő, hát ugye boldogtalan volt, én boldogtalanná váltam. De azzal, hogy én idomolok ő hozzá, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő ettől boldoggá válik. És ezért tulajdonképpen azt értük el, hogy két boldogtalan ember született. Szóval nincs, hogy mondjam, túl sok tapasztalatom egyébként a nők terén, ezt be kell, hogy valljam, mert tulajdonképpen nekem egyetlen egy komoly párkapcsolatom volt eddig egész életemben. Ugye még egyetemen kezdődött, 20 éves voltam, a csaj 19 éves, külön egyetemekre jártunk egyébként, csak így a sors összehozott minket, és soha nem költöztünk igazából össze, tehát így hetente, két hetente, hétvégenként két-három napot töltöttünk, vagy ő náluk, vagy mi nálunk. Több mint 8 évig tartott ez a kapcsolat, tehát 2014-ben ért véget, pont 3 évvel ezelőtt, így belegondolva, és
Szóval, hogy olyan téren nekem nincs kapcsolatom, hogy, vagy mármint úgy érte, hogy tapasztalatom, hogy ha két ember tényleg így összeköltözik, és a nap 24 órájában együtt vannak. Úgyhogy tehát lehet, hogy amit mondok, az nem igaz, meg hülyeség, csak valahogy én így érzem, hogy voltak éppen nyilvánvaló, persze kisebb kompromisszumokat minden esetben kell tenni mindkét félnek, de szóval, hogyha ezek így nagyon megszaporodnak, meg nagyobbodnak, akkor előbb vagy utóbb szétesik az egész, tehát nincs mit tenni. Mert ugye hát ő is mesélte ott az előző párkapcsolatát, már mint Peti, hogy miért, nagyjából miért ment tönkre, meg ilyesmi. Na, hát szóval, hogy ennyi hozzáfűzni valóm lett volna csak ehhez az egész gondolathoz, hogy el kell döntenünk, hogy mennyit ér nekünk igazából a másik fél. Mert én egyébként már, szóval lehetett volna több párkapcsolatom is életem során, csak vagy elcsesztem, vagy nem vettem észre a jeleket időben. Tehát még olyan is volt, hogy egy kimondottan szép és intelligens lány udvarolt nekem. Én meg olyan hülye voltam, hogy egyszerűen nem kapcsoltam időben. Hát vertem is a fejem a falba utólag. Meg a másik dolog az, hogy az embernek valóban tehát tisztában kell lennie a saját értékeivel, kinézetével, belső értékekkel, meg a képességeivel. Mert nekem például világ életemben 10-ből 8-szor olyan lányok tetszettek, akik rám se néztek. Szóval, hogy szóba se álltak velem. És ugye az a probléma ezzel, hogy ha mondjuk eleve egy kicsit visszahúzódó vagy, meg bizonytalan, meg félénk, tehát mondjuk, ahogy Puzsér Robi fejezte ki az egyik videójában ezt a dolgot, hogy mondjuk egy 4-es határozottsági szinten megközelítesz egy lányt, és ő lesz szar, tehát egyből kikosaraz, sőt, szóba sem áll, akkor az a 4-es határozottsági szint egyből visszaesik 2-esre. És utána hónapokig kell dolgozni azon, hogy egy 4-esre 5-ös szintre visszahozzad magad. Tehát van egy ilyen jellegű probléma is az én életemben, de mondjuk inkább az, hogy zárkózott vagyok, meg hogy olyan társaságban nem nagyon voltam jelen még eddig, akikkel úgy mentünk és csajoztunk. Ugye hát középiskolában Gabi meg Ákos volt a két barátom, és hát ők még nálam is visszahúzódóbbak voltak szerintem annak idején, tehát azt lehet mondani, hogy nekem kellett volna őket vinni, ilyen, hát csajozni, meg bulizni. Egyébként én ebben a bulizásos dologban nagyot csalódtam. Mármint abban a tekintetben, hogy amikor én régen így arra gondoltam, hogy na, hát az emberek mennek bulizni, vajon miért? Hát azért, hogy ismerkedjenek. Na most, hát bizonyos esetekben lehet, hogy ez így is van, de a legtöbbször olyan emberek elmondása szerint, akik rendszeresen jártak bulizni, egyáltalán nem arról szólt, hogy most becsajozzunk, vagy bepasizzunk, hanem a piálásról. Tehát, hogy eleve már alapozva mentek oda, és ott teljesen tök részegre itták magukat, és hogy ez milyen jó volt. És én ezt soha nem tudtam hova tenni, hogy ez mi? Na mindegy, ez csak egy ilyen melléktéma volt. Szóval megváltozni valakinek. Az az igazság, akkor hazudik, hogy még a mi szüleink, meg a nagyszüleink képesek voltak arra, hogy mindent lenyeljenek, és együtt maradjanak. Nekem az a meglátásom, hogy a mai generációk, és már az enyém is valamennyire ebbe tartozik bele, egyre kevésbé hajlamosak arra, vagy hajlandóak arra, hogy a másiknak a hülyeségeit toleráljuk. És ez talán arra vezethető vissza, hogy rettenetesen felgyorsult a világ. Tehát orba szájba jön mindenféle, hogy ezt csináld, azt csináld, meg ezt a filmet nézd, meg ezt a sorozatot, meg ide járjál ilyen előadásra, meg olyan izére, meg videók, meg filmek, meg szóval minden el vagyunk terítve, ami egyébként nem rossz, hogyha az ember tud válogatni, és a minőségi dolgokat veszi magához. De menet közben úgy érezzük, hogyha mondjuk egy párkapcsolaton belül vagyunk, hogy azzal, hogy én meg akarok felelni, vagy meg kellene felelnem a másik félnek, így lemaradok egy csomó olyan dologról, amiről viszont nem szeretnék lemaradni, és ezért inkább úgy döntünk, hogy akkor inkább szakítsunk.
És ezért az állandóság, a folytonosság az nem marad meg. Tehát állítólag ez ilyen evolúciós programozás, hogy nagyjából egy 2-3 évig élvezi a két fél egymást, mert addig tart az újdonság. És nagyjából a természetnek ennyi időre van szüksége ahhoz, hogy utód szülessen. És hát akkor azt már úgy-úgy felnevelik, aztán utána, hogyha már nem szeretik egymást, az se számít, mert a természet, hogy a földanyának, vagy szóval a természet anyucinak az a lényege, hogy minél több utód szülessen. Tehát ez egy ilyen alapprogram bennünk, meg az állatvilágban is. És tehát mondhatjuk úgy, hogy nagyjából a harmadik év az egy ilyen vízválasztó dolog, tehát hogyha utána negyedik, ötödik, hatodik, hetedik évben is együtt maradsz a másik féllel, akkor az már eléggé komolynak mondható, tehát akár életre szóló dolog is lehet belőle. Hát mi mégis a nyolcadiknál szakítottunk, de egyébként az én párkapcsolatom az egyáltalán nem mérvadó, mert ez már eleve halálra volt ítélve, tehát mindegy, most nem akarom kifejteni itt megint a részleteket, volt már erről szó évekkel ezelőtt, amikor ez történt velem, akkor úgy nagyjából összefoglaltam a lényeget. Szóval nekem igazából nem az fájt, hogy szakítottunk 3 évvel ezelőtt, hanem az, hogy hogyan szakítottunk. Tehát nem így kellett volna, mert ugye az ember az első párkapcsolatát azt azért mindig egy kicsit szentnek érzi, hát főleg, hogyha nem egy pár hétig vagy pár hónapig tartott, hanem 8 évig, érted? Tehát én valahogy úgy voltam vele, hogy ez minimum egy jó baráti kapcsolatnak meg kéne tartani. És én ezt sokszor el is mondtam neki, hogy akár hogyan is válunk szét, a jó baráti kapcsolatot legalább tartsuk meg. Mert ez túl értékes ez a kapcsolat ahhoz. Hát olyan titkokat osztottunk meg a másikkal, tehát olyan titkokat mondott el nekem, amit a saját anyjának nem mondott el. És akkor ezért nem értem, hogy ezek után hogy mehet ennyire szét az egész. Hát jó, elismerem, én is valahol hibás voltam egy picit, mármint olyan tekintetben, hogy amikor ugye bejelentette azt, hogy na, akkor szakítsunk, akkor nekem engem ez túl hirtelen ért. Tehát mondhatni, hogy majdnem egyik napról a másikra. Jó, nem mondom, azt megelőző hónapokban már voltak azért kisebb jelei a dolognak, csak hát szóval így a kapcsolat közben is annyi hülyeség történt, meg furcsaság, hogy nem igazán csodálkoztam az ő viselkedésén. Tehát azt hittem, hogy az ugye el fog múlni, hát valami problémája van, aztán kész, és akkor egyik napról a másikra ugye megtörtént ez a dolog, és bevallom, egy kicsit feldúlt voltam, meg hogy szokták ezt mondani, hogy tehát ilyen büszkeségből mondtam neki azt, hogy hát jó, akkor ennyi volt, akkor hagyjuk az egészet, na szia. Tehát, hogy egy kicsit bunkó voltam, belátom, de mégis nagyobb részben ő a hibás. Mert tehát neki azért ezt bele kellett volna kalkulálni, hogy én talán nem tudom egy nap alatt feldolgozni azt, amiről ő már nagyjából egy éve készült, azt megelőzően, csak nem beszéltünk róla. Tehát én azt hittem, hogy minden rendben van, ugye? De hát közben meg ugye nem volt minden rendben már az utolsó egy évben nagyjából. Közben iszok. Na mindig, szóval ő felajánlotta végül is azt a szakításunkkor, hogy üljünk le, beszéljük meg, stb. Csak én büszkeségből ugye ebben nem mentem bele. Hogyha egy héttel később ajánlja fel ismét, abban már belementem volna. Mert menet közben rájöttem, hogy nagy hülye vagyok. És tehát tényleg jó lett volna leülni, átbeszélni. Tehát végül is miattam történt ez, pont az, amit mindenáron szerettem volna elkerülni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az ember időnként milyen rossz döntéseket tud hozni. Szóval az ő hibája meg az, hogy tehát már telibe szarta gyakorlatilag azt, hogy nekem esetleg ez utó rossz érzéseim vannak. Mert ő gyakorlatilag átmenekült egy másik párkapcsolatba, szóval ennyire gerinctelen volt, hogy gyakorlatilag nem az volt, hogy hát akkor szakítsunk, és akkor utána, mit tudom én, egy-két évig lehet, hogy egyedül fog élni, mert mit tudom én. Hát én 3 éve egyedül vagyok, tehát na mindegy, nem azt mondom, hogy ez ilyen követendő példa, vagy hogy most én büszke vagyok erre, mert tehát nem, tehát nyilván jó lenne valami párkapcsolat, csak mondjuk most arra törekszek, hogy már Pesten lennék végre.
mert már itt nem is nagyon akarok egyébként, de nem is nagyon tudok az igazság kialakítani olyan kapcsolatot, ami tartós, meg hát minek. Tehát most, hogyha mit tudom, pár hónap múlva lehet, vagy fél év múlva megyek Pestre, akkor már most ennyi időre nem hiszem, hogy megéri. Na, hát ennyit szerettem volna itt mondani, hozzáfűzni, tudom, megváltozni valakinek című Hörbi-féle videóhoz. Remélem, nem vetted rossz néven, Peti, hogyha hallgattad ezt most. Inkább csak egy nem izé cáfolni akartam azt, amit mondtál, csak ilyen kiegészítő gondolatként hozzárakni. Na jó, akkor mindenkinek szép álmokat, vagy jó reggelt, nem tudom, mikor osztom meg ezt a videót. Aztán megyek aludni. Na, pápá!